Citera szó zengi be a palicsi vigadót, a legkisebbek gyakorolnak a műsorra. Számodra mit jelent ez a nap? Hát, hogy fölépek és összerepelek. Népek tavaszára lehetünk, szabad sassá vált lehetünk. Népek tavasza, Szuhanics Albert versét is előadták a Művelődési Egyesület szavalói. Megemlékezzünk a hősökre, akik miatt valójában szabadok vagyunk. Boldogságot, hogy kicsit vidámabb legyen ez a nap, ezt látom. Egy szívvel, egy lélekkel készül az Egyesület a műsorra. Az ének szeretete, a dalok szeretete, azt tesz engem mondjuk úgy, hogy megelégedetté, boldogabban, mint az átlag embert. Az előadók számára az nyújtja a legnagyobb örömöt, ha dalaikkal mosolyt csalnak az emberek arcára. Akkor, mikor mások, hogy könnyű csúrtul a szemükbe, ugyanúgy a mi szívünkbe is kicsordul a könyv. A hősökre való emlékezés a magyar közösség önazonosságának megtartását, illetve a fiatalság nemzeti öntudatra való nevelését szolgálja, mondják a szervezők. Amikor énekeljük ezeket a dalokat, tehát a szívből kell csinálni. Én azt hiszem, hogy itt az énekkar tagjai, ez mind szívből csinálják. A szervezők már egy évtizedet tartanak megemlékezéseket, amelyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés Palicson.